2011-ben volt utoljára Magyarországon népszámlálás. Az általában 10 évente esedékes adatgyűjtés során részletes képet kapunk hazánk demográfiai jellemzőiről, egészségi állapotáról, iskolázottságáról, foglalkoztatottságáról, nemzetiségi és vallási összetételéről, valamint élet- és lakáskörülményeiről. A népszámlálásról szóló 2018. évi törvény alapján az adatszolgáltatás mindenkinek kötelező. Ha valaki nem tesz ennek eleget, akkor a kormányhivatal mintegy 200 ezer forintig terjedő közigazgatási bírságot szabhat ki. A háztartások ezen kötelezettségüknek október 1-e és 16-a között önállóan a kérdőívet interneten kitöltve tehetnek eleget. Ezt követően október 17-e és november 20-a között számlálóbiztosok keresik fel azokat a háztartásokat, amelyek nem éltek az online kitöltés lehetőségével. A háztartásoktól kapott válaszokat a számlálóbiztosok tableteken rögzítik, így Magyarország történetében az idei lesz az első elektronikus népszámlálás. A leendő biztosok előzetes képzésen vesznek részt, munkájukat pedig akkor kezdhetik meg, ha a gyakorlati felkészülési feladatokat sikeresen elvégezték. Kiválasztásuk a jegyző, mint helyi népszámlálási felelős feladata. Alapvetően egy 150-200 cím fog az ő körzetükhöz tartozni, így összességében Eger városából mintegy 147 fő jelentkezését várjuk. Nagyon fontos a jó kommunikációs képesség, a kapcsolatteremtő készség, a helyismeret, az, hogy megtalálja a körzetbe tartozó címeket, a magabiztos fellépés, határozottság, de ezen kívül a nagykorú és a magyar állampolgárság az alapvető feltétel, amelyik a számlálóbiztosoknak eleget kell tenniük. Az eredményes felkészülés érdekében fontos, hogy a résztvevők rendelkezzenek saját digitális eszközzel, úgy mint asztali számítógép, laptop vagy tablet, internetes eléréssel, valamint e-mail címmel és telefonszámmal. Az adatfelvételhez szükséges tableteket azonban már a Központi Statisztikai Hivatal biztosítja. A számlálóbiztosok munkájukért díjazásban részesülnek. A biztosok fizetése a körzetben található háztartások összetételétől, nagyságától is függ. A díjtételeket kormányrendelet rögzíti. A leendő számlálóbiztosok az önkéntes munkával bruttó 250-300 ezer forintot is kereshetnek. A leendő számlálóknak jelentkezési lapot kell kitölteni első körben július 31-éig. A dokumentum az eger.hu honlapon már elérhető.